Ha úgy érzed, hogy mostanság sokkal több fegyveres konfliktus és háború van a világban, mint régebben volt, ez nem csak a képzeletet szüleménye. Persze érvelhetnél azzal, hogy azért érezzük azt, hogy annyira sok háború van, mert hogy viszonylag relatíva közel robbant ki kettős az orosz-ukrán és az izrael és Hamász közötti háború, ami egy valid érv lenne. Azzal is érvelhetnél, hogy a különféle médiumok kattintásvadász beszámolói okozzák azt, hogy úgy érezzük, hogy egy veszélyes világban élünk, ahol sok a konfliktus, és ez szintén egy valid érv lenne. De nem csak erről van szó, ugyanis tényleg több van. A The Armed Conflict Survey 2023-as összedése szerint 183 fegyveres konfliktus zajlott 2023-ban, amilyen magas számra a hidegháború óta nem volt példa. Az Oszlói Békekutató Intézet által életre hívott Uppsala Conflict Data program szerint szintén brutális mértékű az emelkedés, és évtizedek óta nem volt ilyen sok konfliktus a világban. 2022-ben a világ népességének negyede, azaz 2 milliárd ember élt konfliktus sújtott a területen. Ebben a videóban megnézzük azt, hogy milyen nagyobb fegyveres konfliktusok vannak a világban, illetve azt is próbálom felfejteni, próbálok mögé nézni, utána járni, hogy mi lehet ezeknek a hátterében, miért robbant ki mostanság ennyi konfliktus a világban. Nyilván valamivel óriási témáról van szó, milliónyi ilyen fegyveres konfliktus van, ahogy láttátok, nem jut mindenre szó, nem tudok mindenre kitérni, tehát picit felületes és felszínes lesz a videó, de remélem azért ad majd egy hasznos, átfogó képet a témáról. Mint mindig, természetesen most is nagyon várom a véleményeteket a kommentekben. Írjátok le, hogy ti mit gondoltak ezekről a konfliktusokról, hogy szerintetek mi áll a háttérében, miért robbannak ki, miért van ennyire sok fegyveres konfliktus, mi okozza ezeket, mi a fő tünet, mi a fő probléma, amit ha esetlegesen kezelni tudnánk, akkor talán kevesebb lenne ezekből, mit lehetne tenni, hogy sokkal kevesebb ilyen konfliktus legyen, és sokkal békésebb világban éljünk. Írjatok le minden a kommentekben. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam csatorna, én Atis vagyok. A mai videónk témája pedig, hogy miért van ennyi fegyveres konfliktus és háború a világban. Nézzük meg először a nagyobb fegyveres konfliktusokat a világban 2023-ban, hogy picit egy nagyobb, összetettebb képet kapjunk, hogy hol és mennyi probléma van ezzel. Először is ott van az orosz-ukrán háború, ami most 2024. február 24-én lépte át a 2 éves időtartamon. Ott van az Izrael és Hamász közötti háború, ami 2023. októberében robbant ki. A jemeni huszik is beszálltak a Gáza övezet körüli konfliktusba, és számos támadást intéztek egyiptomi, izraeli és amerikai célpontok ellen. Szeptember végén Azerbajdzsán elfoglalta a vitatott tartozású hegyi Karabah enklávét, ahol 150 ezer örmény nemzetiségű embert kényszerítettek arra, hogy elhagyják az ország területét, ami miatt valószínűleg ki fognak újulni a harcok Örményországgal. Afrikában tovább dúl a szudáni polgárháború, ami miatt több millió ember volt kénytelen elmenekülni a szomszédos országokba. 2022-ben befejeződött etiópiai polgárháborúban 100 ezerek haltak meg, és most úgy tűnik, hogy ismét konfliktus van készülőben Etiópiában. A júliusi nigeri katonai hatalom átvétel már a 6. pucs volt a Száhel-övezetben és Nyugat-Afrikában 2020 óta, és állandóak a harcok a szomszédos Burkina Faso-ban és Maliban is. Szomáliában is folyamatosak a harcok. Myanmarban, a korábbi Burmában 2021 óta tart a polgárháború a fegyveres felkelők és az állami hadsereg között. Mexikóban a kartelek és különféle fegyveres csoportok közötti konfliktusok annyi ember életét követelik, mint más országokban a háború. De most 2024. januárjában például Irán rakétákat lőtt ki Szíria, Irak és Pakisztán területére, és ahonnan vissza is lőttek egyébként. És noha nem az adott országokat, hanem az ott lévő különféle terrorista a sejteket lőtték, kevesebb, kisebb indokért és indítottak már háborút országok. Ezeken kívül is számtalan katonai konfliktus volt a világban. Ezen a térképen például azt láthatjátok, hogy hol voltak hivatalos hadseregek vagy hadsereg összecsapásai lázadó seregekkel, és láthatjátok, hogy a világ térkép elég jelentős része beszíneződött. Ezen az oldalon pedig több száz kritérium alapján tudjátok szűrni, hogy miket mutasson a térkép. Itt például azokat az országokat tettem be, ahol légicsapás vagy dróntámadás volt, kémiai fegyverfetettek be, illetve tüzérségi per rakétatámadások voltak. De ha berakom a gránátokat, az öngyilkos és távolsági robbantásokat, akkor még tovább színesedik a térkép. Ha pedig berakom az erőszakos tüntetéseket is, és az erőszakos fellépést a tüntetések ellen, akkor pedig alig maradt fehér rész az egész világon. Azt hiszem, ez elég szépen reprezentálta azt, hogy mennyire kiterjedtek a különféle erőszakos cselekmények, fegyveres konfliktusok, háborúk a világban, de akkor nézzük meg, hogy mik lehetnek ezeknek a hátterében, ami miatt ennyi robban ki a világban. Területi konfliktusok. A szakértők szerint az egyik leggyakoribb oka az ilyen jellegű fegyveres konfliktusok kirobbanásának azok a területi konfliktusok, azaz, hogy több ország is igényt tart
ugyanarra a területre bizonyos érvek alapján. Ezt láthatjuk például az orosz-ukrán háború esetében is, de ugyanezt láthatjuk például az Izrael és Hamász közötti háborúban is. De ékes példája ennek a dél-kínai tenger is, ahol nem csak Kína követeli magának Tájvánt, de a dél-kínai tenger Vietnám, Malajzia, Szingapúr, Brunei, Fülöp-szigetek és egy szigetcsoport révén még Indonézia partjait is mossa, hogy még bonyolultabb legyen a dolog és nehezebb legyen eldönteni, hogy mi kihez tartozik. De szintén meglepő példája a területi vitának, hogy Venezuela fogta magát és kijelentette, hogy ő akkor most magához csatolja a szomszédos Guyana kétharmadát, mert az őt illeti meg az ott lévő értékes földgáz és kőolaj készletekkel egyetemben. A területi viták rendezésének egy nagyon nagy problémája az, hogy azt az Izrael és Hamász közötti háborút bemutató videóban is láttátok, hogy sokszor ezek a konfliktusok nagyon-nagyon régre mennek vissza, akár több ezer évre visszamenőlegesen is próbálják azt bizonyítani, hogy melyik népcsoport mikor, hogyan foglalt el és élt ott, és ez alapján kinek van jogos területi követelése az adott régióval kapcsolatosan. Ezt ilyen szinte lehetetlen visszanyálazni és felfejteni, hogy most ténylegesen akkor kinek van igaza. A másik probléma az ilyen területi konfliktusokkal kapcsolatosan, hogy a második világháború után volt egyfajta ilyen gentleman's agreement, egyfajta hallgatólagos megállapodás azzal kapcsolatosan, hogy itt mi modern, felvilágosult emberek és országok már nem rohanunk le más országokat csak azért, hogy elfoglaljuk a területét, mert már nem a középkorban élünk. Nem vagyunk barbárok, most már itt rendezett területek vannak, és úriemberek módjára megbeszéljük a különféle területi konfliktusokat. Meg hát senki nem akar, hogy az országokat sorba belerángatva megint kialakuljon egy világháború, és beköszöntsön a harmadik világháború, az senkinek nem érdeke. Viszont azzal, hogy Oroszország átlépte ezt a vörös vonalat, tulajdonképpen bátorít más országokat is arról, hogy lépjék át, hiszen az egyik nagyhatalom Oroszország megteheti ezt, akkor miért ne tehetné meg más is, hogy felrúgja ezt a megegyezést vagy megállapodást, illetve mivel Oroszországra irányul a rivalda fény, mellette mások, ha hasonlóképp cselekednek, nem jut rájuk akkora figyelem, mint ami egyébként jutna, hogyha csak önmagukban cselekednének. Ráadásul ezek az agresszor országok így egymást is tudják támogatni, mert hogy ugye az egyik leghatásosabb eszköz más országok kezében azok a különféle szankciók, viszont ezek az agresszor országok egymással megállapodásokat kötnek, akkor ki tudják ezeket kerülni és mégis egyben tartani a saját gazdaságukat. Autoriter rezsimek. Az utóbbi években és évtizedekben elég rossz idők járnak a demokráciákra és a demokratikus berendezkedésű országokra, és hát egyre inkább csökken egyrészt az emberek elégedettsége is a demokratikus rendszerekkel kapcsolatosan, másrészt pedig egyre inkább csökkennek maguk a demokratikus berendezkedésű országok, és egyre inkább tolódnak el az autokratikus berendezkedés felé, hogy éppen hol tartanak ebben a folyamatban, az nagyon változó lehet, hogy csak picit csökkent a demokrácia, vagy meginogott, vagy egyenesen most már egy autoriter berendezkedés van, az nagyon változó lehet, de van egy ilyen tendencia, ebbe az irányba mozdulnak el az országok és a vezetései. Ez pedig azért nagy probléma a fegyveres konfliktusok és háborúk kirobbanásának függvényében, mert ugye az autoritár berendezkedésű rezsimek folyamatosan arra törekednek, hogy fenntartsák a veszélyérzetet, hogy különféle vélt vagy valós ellenségképet kreáljanak, és azáltal, hogy megoldják ezeket a veszélyeket, elhárítják, semlegesítik, ezáltal megerősítik a saját népüket abban, hogy ők a jó választás. Tehát tulajdonképpen a folyamatos veszélyérzettel és annak valamilyen megoldásával legitimálják a saját hatalmukat és saját hatalmi berendezkedésüket. Ebből fakadóan viszont hajlamosak folyamatosan konfliktusokat vállalni, konfliktusokat kezdeményezni, akár egészen odáig elmenni, hogy ilyen területi konfliktusokba és konkrét támadásokba, akciókba belemenni. Tankönyvi példája ennek egyébként a putyini Oroszország, ahol ugye mérik folyamatosan Putyinnak a népszerűségét, és érdekes módon ugye a Krím elcsatolása előtt is borzasztóan visszaesett már a népszerűsége az egész társadalom függvényében, és aztán miután elfoglalták Krímet, soha nem látott óriási magasságokba emelkedett a népszerűsége, és ugyanezt játszotta el több alkalommal is, tehát kiváló a saját népszerűségének az autoriter rezsim megerősítésére tulajdonképpen az ilyen agresszor viselkedés. A másik probléma az ilyen autoriter rendszerekkel, hogy nagyon nehezen tudod leváltani őket demokratikus eszközökkel, nyilván ez az autokratizálódás függvényében szinte akár lehetetlen is lehet, emiatt pedig folyamatosan törnek ki konfliktusok magával a társadalommal szemben, felkelések, tüntetések, akár polgárháborúba is torkolhat, emiatt is van az, hogy az autoriter berendezkedésű hatalmak sokkal több fegyveres konfliktust, agressziót és erőszakot teremtenek. Etnikai és vallási különbözőségek. Mióta világ a világ, az emberek gyilkolják egymást azért, mert egy adott népcsoport más vallású vagy más etnikumú, ebben semmi meglepő nincsen,
ez egyfajta természetes ösztönkésztetésünk, félünk attól, ami más, mint mi vagyunk, hiszen az ismeretlen, és az ilyen ismeretlenre hajlamosak vagyunk agresszióval reagálni, amíg meg nem ismerjük, hogy az adott dolgot, ami csökkenteni az agressziónkat. De sokszor a hatalom és a hatalomban lévők és csoportok rájátszanak ezekre az ösztönkésztetésekre, gerjesztik a gyűlöletet, és ezáltal vesznek rá, illetve különféle jutalmazással és büntetéssel, akár túlvilág életjutalmával vagy hasonlóval, gerjesztik az indulatokat és a gyűlöleteket, és vesznek rá embereket különféle ilyen típusú etnikai, vallási bűncselekményekre, támadásokra, háborúkra, és így tovább. Egyértelműen látható ez az Izrael-Hamász konfliktusában is, ahol nem csak egy területi konfliktusról van szó, hanem egy etnikai és vallási konfliktusról, és tulajdonképpen az arab világ áll szemben a zsidó világgal, és nem csoda, hogy az indulatok azok nem csak ott Palesztina és Izrael területén szabadulnak, hanem tovább gyűrűznek, ugye Libanon, Irán és a környező országok mindegyikébe, és további konfliktusokat és ellenállásokat szítanak etnikai és vallási alapon. Hasonlót láthatunk az afrikai kontinens esetében is, ami ugye etnikailag, vallásilag nagyon diverzifikált, bár a kutatók és szakértők szerint ott gyakran arról van szó, hogy nincs is annyira erőteljes etnikai konfliktus, inkább a szegénység és az abból fakadó rossz életkörülmények azok, amik a legtöbb konfliktust szítják, viszont a hatalmon lévők azért, hogy mobilizálják az embereket és mozgósítsák őket, átitatják a problémákat ilyen etnikai és vallási színezettel, mert ezzel tudják a nagy tömegeket harcra mobilizálni, tehát pedig inkább erről lehet szó. Az ilyen jellegű konfliktusok annyira mélyen gyökereznek, annyira sok fájdalmat generáltak már, annyira sok szereplő sérült, annyira sokan szomjaznak bosszúra, hogy megint csak szinte lehetetlennek tűnik ezeknek az orvoslása. Szegénység és erőforrások. Nem csak Afrika esetében, de számos más országban láthatjuk azt, hogy minél rosszabb életkörülmények között élnek emberek, minél nagyobb a szegénység, annál nagyobb az elégedetlenség és a frusztráció, ami teljesen érthető, hiszen ha nincs mit enni, nincs mit inni, szennyezettek a vizek, nincsen vécézési lehetőség, nincsen biztonságos lakhatási körülmények, az ilyen bizonytalanság az a legszerényebb emberből is kihozza az ösztönlényt és az állatot, és hát küzdeni akar a saját családja, szerettei boldogulását és hát túlélésért. Ezt pedig a hatalmon lévők természetesen ki is használják, hogy a saját céljaik és érdekeik szerint mozgósítsák a szegény tömegeket. Tovább nehezíti a dolgot, hogy a globális felmelegedés következtében számos országban egyre rosszabbak az életkörülmények, és számos már jelenlegi szegény országban, ahol éppen csak sikerült terményt növeszteni, azok a növények is most elhalnak, az állatok kipusztulnak, egyre kevesebb az ivóvíz, kiszáradnak a tavak, kiszáradnak a folyók, tehát egyre rosszabbak az életkörülmények a globális felmelegedésnek köszönhetően, ami a legrosszabb helyzetben lévőket sújtja a legerőteljesebben. A természeti erőforrásokért folytatott harc pedig újabb konfliktusokat szül, ékes példa ennek például, hogy Etiópia építette egy gátat a Nílusra, ami ugye egy borzasztóan értékes természeti erőforrás azoknak az országoknak, amin áthalad a Nílus, és emiatt pedig Szudánnal és Egyiptommal is például konfliktusba került Etiópia, ami újabb fegyveres harcok kirobbanásához vezethet. Fegyveres csoportok és bűnözés. A Global Organized Crime Index kutatásai szerint a bolygó lakosságának 83%-a él magas bűnözési rátájú térségben, a 2021-es 79%-kal ellentétben. Ebben olyan szempontból semmi meglepő nincsen, hogy az egyes fegyveres konfliktusokat a különféle bűnözői szervezetek nagyon könnyen ki tudják használni, hiszen amikor kirobban egy háború, fegyveres konfliktus, akkor egyszerűen nincs erőforrás az adott országnak, hogy még a különféle bűnözői szervezetekkel is foglalkozzon, éppen ezért nagyon el tudnak szaporodni, és nagyon meg tud nőni ezeknek a tevékenysége. Elég csak arra gondolnunk, hogy a közel-keleti különféle konfliktusok és háborúk okán ugye rengeteg ember menekült el az adott országokból, amire pedig ráépült egy teljes emberkereskedelem tulajdonképpen. Ráadásul minél több a háború, annál rosszabbul élnek az emberek, annál nagyobb a szegénység, minél nagyobb a szegénység, annál nagyobb a kilátástalanság, minél nagyobb a kilátástalanság, annál többen betemednek különféle bűnözői magatartásra, tehát ez kit öntermelően, öngerjesztően kitermeli tulajdonképpen a bűnözést. A különféle bűnözői csoportok pedig egyre nagyobbra nőnek, egyre nagyobb területet akarnak, egyre többet akarnak szerezni az adott dologból, a különböző fegyveres csoportok között is konfliktusok alakulnak ki, véres leszámolás,
konfliktusok, mini háborúk, ahogy láthatjuk a mexikói kartellek esetében, amik még tovább növelik a szegénységet, a bűnözést, a halált, az etnikai konfliktusokat, stb. Tehát gyakorlatilag tovább gyűrűzik az egész folyamat. Öngerjesztő ördögi kör. Mindezekkel pedig az a nagy átfogó probléma, hogy egy öngerjesztő ördögi kört alkotnak tulajdonképpen, ahol minden elem hatással van minden más elemre is. Például, ha egy országban fegyveres harcok robbannak ki, sokan a szomszédos országokban menekülnek, ami negatívan hat az ott élők életminőségére, terheli a gazdaságot, alapot ad a bevándorlás ellenségre, idegengyűlöletre, etnikai és vallási konfliktusoknak ágyaz meg, ami miatt felemelkedhetnek szélsőséges csoportok, akik hatalomra jutnak, ezek elkezdenek másokkal konfliktusokat, és így tovább. Az egyre rosszabb életkörülmények egyre több bűnözést teremtenek, amik egyre rosszabb életkörülményekhez vezetnek. Az autoriter kizsákmányoló hatalmak megágyaznak a különféle agresszív fegyveres felkelő csoportok megjelenéséhez, akik a hatalom és a csoportok között fegyveres konfliktus alakul ki, gyakran ők átveszik a hatalmat és folytatják onnan tovább, ahol az előző hatalom abba hagyta, akik ellen újabb fegyveres felkelői csoportok alakulnak, és így tovább, folyamatos a konfliktus. Ráadásul, mivel egyre több a háború, így egyre kevesebb humanitárius segély jut el az adott országokba, például mióta kitört a orosz-ukrán háború, azóta sokkal kevesebb pénz jut a kutatások és statisztikák szerint a különféle afrikai országokba, egészen egyszerűen azért, mert nincs annyi pénz, mert több pénz ment el, ugye erre a konfliktusra nem jut annyi pénz az ott élő emberek megsegítésére. Minél több a háború, annál kevesebb pénz jut a gazdaság fejlesztésére. Minél kevesebb pénz jut a gazdaság fejlesztésére, annál később is annál nehezebben állnak át az országok a zöld energiára. Minél később állnak át zöld energiára, annál rosszabb lesz a globális felmelegedés. Minél rosszabb lesz a globális felmelegedés, annál rosszabb lesznek a termésátlagok, a megélhetés, az életkörülmények, ami annál több szegénységet szül, annál több agressziót, annál több konfliktust, annál kevesebb jut pénz a gazdaság és a zöld energia, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Nyilván másokok is vannak a fegyveres konfliktusok és háborúk elszaporodásának háttérében, amit most részletesen nem tárgyalok, de azért érdemes lehet megemlíteni. Ilyen például az ENSZ meggyengülése, ami miatt már nem tud egyfajta békefenntartóként működni, az USA vezető szerepének meggyengülése és az elmúlt évtizedek demokrácia exportjának a kudarca, mint például az afganisztáni tragikus kivonulás, Kína világhatalmi szerepre és egyre konfliktuskeresőbb viselkedése, az egyre fejlettebb technológia, egyre könnyebb bárkinek a hadviselés, drónok, mesterséges intelligencia, és így tovább. Nyilvánvalóan ez egy elképesztően komplex téma, ami éppen csak a felszínét kapargatta mind a konfliktusoknak, mind azok hátterének, hiszen sokszor elképesztő történelmi, vallási, kulturális, etnikai, politikai konfliktus van, akár egy-egy konfliktus mögött is, amit 10 videó is kevés lenne felfejteni a mi érteket. Én csak egy ilyen általánosságot próbáltam adni okokként a konfliktusok mögött. Remélem azért egy kis vitaindítónak, beszélgetésindítónak, vagy további olvasás, élmény, keresésnek azért ilyen alapnak jó lesz ez a videó, hogy picit gondolkodjatok ebben a témában, és beszélgessetek és kutassatok ebben a témában. Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a tanulom magam. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze pöttyintsetek le a véleményeteket a kommentekben. Ott van a tanulom magam subreddit, ahol különféle érdekes kérdésekről beszélgetünk. Ott van az Atis VR-ozik csatorna, ahol mindenféle VR-os tartalommal találkozhattok. Ha csatlakoztok a csatorna támogatóihoz, akkor minden hónapban exkluzív tartalmakat nézhettek meg, illetve visszamenőlegesen is megnézhettek több tucatnyi exkluzív tartalmat, illetve ott van az Atis Instagram is, ahol velem kapcsolatos exkluzív képeket információkat láthattok, úgyhogy érdemes lehet lecsekkolni, hogyha érdekel titeket az ilyesmi. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!